sárkák ott vannak. Nagy volt az öröm Csantavéren, a lurkóházak gondozottjai ugyanis itt találkozhattak egymással. A gyerkőcök különböző csoportfoglalkozásokon és ügyességi játékokon vehettek részt. Nekem ez tetszik, hogy így most társaságban vagyunk. Jól érzed itt magad? Igen, nagyon jól, azért, mert itt sokan vannak, ismerkedni lehet barátokkal, meg hát jobb itt, mint otthon, hogy ülünk a szobába, tévézünk. Jobb. A lurkos barátkozási nap a Tau Ferences Jótékonysági és Evangelizációs Alapítvány által valósult meg. Az alapítvány célja a nehéz sorsú személyek segítése, különös tekintettel a vajdasági gyermekekre. Az alapítvány szakmailag elsősorban a lurkóházak fenntartását és működtetését tartja prioritásnak. A Csontavéri plébániával, illetve a plébános atyával közösen, nekik már ez a többedik évük, hogy ilyen barátkozási napot szerveznek, és mi ezt is fontosnak gondoltuk, és úgy gondoltuk, hogy akkor erre forrást tud az alapítványunk biztosítani, és tudjuk támogatni ezt a programot. Úgyhogy ezzel a céllal adtunk be pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, amely támogatta ezt a kezdeményezést, és akkor ilyen számunkra fontos az, hogy itt a gyerekek tudnak találkozni, barátkozni egymással, tudnak a csantavériekkel barátkozni, a becsei, hajdújárási, dreai, lurkó gyerekek, úgyhogy ez egy fontos, számukra is fontos nap, nem csak számunkra. A lurkóházakat működtető Poverello Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy a rászorulókon segítsenek. A gyerekek már nagyon várták a találkozót, mondta Harmad Károly atya, a Poverello Alapítvány alapítója és igazgatója. Az én véleményem az, hogy minden találkozó számunkra itt a délvidéken, akármilyen találkozó van, az nagyon fontos. Egyre jobban fogyunk, össze kell tartani a közösséget. A közösségnek nagy megtartó ereje van, ez látható a gyermekek, a lurkaházak esetében is. A közös együttlét, a közös együttjátszás, a közös együtttanulás és sok minden más erősíti az egymás közötti kapcsolatokat. Harmad Károly atya egyébként épp a lurkós barátkozási napon ünnepelte 70. születésnapját. A gyerekek és a szervezők ajándékokkal, tortával és közös énekléssel ünnepelték Harmad Károly atyát.